Szia! Tudtad, hogy amúgy a VOD csatorna működik, mert nagyon sokan lázadnak, hogy nem visszanézhető a stream csak a szuboknak. De ez nem igaz, mert a VOD csatornára felkerül egy-két nap múlva. Szia! A link a leírásba. Szevasztok srácok, hello mindenkinek, ez itt egy videó, ahol a GTA RP karakterekkel fogunk beszélgetni, és kiderítsük, hogy ki milyen NB, és mit csinál, hány éves, ilyesmi. Bulvározgatunk egy kicsit itt nagyba, úgyhogy szerintem csapódjunk is bele. Itt van velünk a Tranyó. Szia Tranyó, szia Erzsébet. Szevasz öreg, hello. Ó, bazd meg, kifagytam. Szia Zokni. Szevasz Bipsiké. Szia Apu Ezredes, üdvözöllek ebbe a paggatós vidibe, téged is. Szia Jobb Kéz. Szia Baugli. Szia Hektor. Szia Lilike. Szia Ba. Szevasz Pupi Tojás. Szia Hóki. Szeva Krisztó bátyám. Szia Doki nénye. A másik. Kettő Doki nénye van, te vagy a másik. Az, a másik is a másik. Szóval szia. Szia Doki néni. Üdvözöllek ebben a faggatásban. Hello, hello. Szevasz Darlasz, a rákegyeki a gyomrod. Szia Turha úr. Szevasz Lajosom. Sziasztok, hello. Szevasz Jokers. Szia, szia. Jó, azt lehet tudni, hogy mi a keresztneved, elárulod vagy titkolózol? Titkolózzunk, titkolózzunk. Jó, Fanni egyébként. Szia Erzsi, aki Fanni közben. A barátaimnak tényleg csak Netti vagyok, úgyhogy Netti. Zoltán. Zoltán? Igen. Keresztemedet elmered-e mondani, Sándor? Igen, ezt akartam mondani, vártam ezt a kérdést, de igazából annyiszor elszpoilerezted meg előtted, hogy igen, Sándor. Ja, egyszer volt egy verekedős jelenet, ahol valaki szólt neked, hogy kalap. Igen. Én mondtam, hogy mi van, Sándor? Mark. Szia, Márk! Ezt én sem, nem is tudtam amúgy, hogy Márk vagy. Igen, hát nem is, senki nem, igazából senki nem kérdezte még eddig. Szeretlek egyébként. Én is, elképesztően. Dávid, nagy tisztelettel. Mr. Dávid, üdvözöllek. Adrien. Szia, Badrien. Egyébként nekem csak becenevem van inkább, mint a keresztnevemet nem szeretem használni, az pedig a Julcsa. Én a keresztnevemet sohasem szerettem használni. De a magánéletben se? Nem. De akkor nem Jócsa a neved. Nem Jócsa a nevem. Én nem vaciláltam, sokat egyébként engem valóban Barbie-nak hívnak. Robert. Szia Robert. Hát Gabinak csúfolnak a barátaim, Gábor. Ja, azt hittem, mert Gabi az egy női név, tudod. Gábor. Te is Gábor vagy? Miért, ki még? Van még egy Gábor. Ha? Feri, a Vágási. De most komolyan kérdezem. Vagy nem akarod elmondani? Nem, ez szuper titkos, top secret. Figyelj csak, azt te felejtettem meg kérdezni tőled, hogy a keresztnevedet nem árultad el, ugye? Így. De amúgy Kristóf, nem? Nagyon nagy rajongód vagyok, imádom a karaktered, mi újság van veled. Köszönöm szépen, én meg a tiéd. Nagyon jó a kislányodnak lenni. Köszönöm szépen, igyekszek. Itt most pár kérdést felteszek neked. Te a riportert is játszod, igaz? Igen, én játszom a riportert is. Most ez a kislányos karakter, ezért mindenki meg van veszve, azt látom egyébként, én is nagyon bírom, és mivel nekem is van kislányom, ezért van egy kis párhuzam, nem nagyon tudok nemet mondani, vagy ilyesmi, úgyhogy tényleg nagyon szerettem a karaktered. Azt elmeséled, vagy elmondod, hogy mióta RP-zel, vagy mikor találkoztunk először, ez évek, vagy ilyesmi, vagy most ebbe az új sztoriba csatlakoztál be, jól emlékszem, ugye? Ebbe az új sztoriba csatlakoztam be, igazából kicsivel talán több, mint fél éve RP-zek össz-vissz, úgyhogy igen. Én nagyon hirtelen, ahogy feljöttem, akkor hívtak először csak ilyen tömegjelenetre, aztán igen. És azt elmondod, hogy mennyi idős vagy, vagy ilyesmi? Hát én már közel állok a 30-hoz. Ne bazd már meg! De igen. Az 29-et jelent? Vagy csak nem akarod kimondani? Jelenthet annyit is, jelenthet kevesebbet is. Tehát 25 és 30 között, oké. Valóságban 23 éves vagyok. 26 évet töltöttem áprilisban. Az igen. Akkor már nem egy fiatal kacsa van. Hát nem vagyok már, igen. És egyébként nagyon kevesen hiszik el rólam. Általában ilyen 18 évesnek tippelnek. Hány éves vagy, Sándorom? Ez is hangzott, mert streamben 34-et fogom tölteni most szeptemberben. Hát 29-et töltöttem be márciusban. Hány éves vagy te, Dávidom? Én 31 is vagyok, kérlek. Úristen, milyen egy friss hús. 30 kereken. Azért mindenki benne van a korba itt. Yusuf is, igen, te is. Igen, és kézzed, de ezek 6 nap múlva már 31 leszek, az amúgy nehezen érint. A 30 az egy kicsit úgy. Tényleg? Geci, nekem... Hát most már ezek egyre jobban megy előre, és az már mindjárt 40, ugye a 31 az már mindjárt 40. Jó, lassítsám eddig. Hát nekem a 30 volt nagyon nehéz amúgy. Azt nehezen viseltem. De a többire már nem is emlékszem, az 36 leszek, szóba.
Szóval boldog születésnapod neked, apu ezredes. Minden boldogságba, szeretetbe, pinába gazdag születésnapot kívánok neked. 19 éves vagyok, sziasztok. Tényleg? Aha. Az meg idősebbnek gondoltalak sokkal. Tehát te vagy a legfiatalabb eddig. Hány éves vagy te a valóságba, Krisztó? 29. Úristen, nagyon indiszkrét a kérdés, 26. 26. 29 éves vagyok. 23. 33. Üdvözöllek, Adrián, aki 33 éves. A valóságos korod érdekelne engem, mert elmondod a nékünk. Természetesen 34 éves vagyok. 34. Most itt egy nagyon szép kis ünnepség volt nekem, még IC is megszervezve, és most voltál? Joker bácsinak azóta is. Aha, augusztus 3-án volt a 34, igen. Azt a kurva, akkor nagyon boldog születésnapot kívánok neked, édes Dallas úr. Milyen érzés volt meghalni a múltkor? Egyébként furcsa. Azt mondanám, nem mondanám, hogy rossz, furcsa, mert túl sokszor egyébként nekem nem volt még így halál a játékban, az IC-ben sem. Mi nagyon figyelünk a srácokkal, a társasággal, tehát néha szokták mondani, hogy hardcore RP, amit csinálunk, ezért is furcsa néha veled RP-zni, furcsa volt meghalni. Már most küzdesz a pofonért. Már most. Legnagyobb RP-s vagyok, mondd ki. Most nem így mondd ki, bazd meg. Igen, teljesen. Na, figyelj csak, még annyi kérdés van, hogy láttad a kommenteket, mikor mondjuk meghaltál. Nem, nem, mert nevet zokon, de én nem nézem a streamet. Vodod se semmit. Miért nem? Még az se, hogy szerepelsz? Nem tudom. Nem. Nagyon sokat. Nem, egyszer-egyszer a haverok átküldenek egy-egy ilyen kis TikTokot, tudod, vagy egy ilyen kis rövidebb, ilyen kis bevágást. Azt úgy megnézem, mosolygok rajta egyet, de nem azért, mert nem a testílusodat, meg a poénjaidat azt nagyon bírom, ott még itt az asszonyjal is szoktunk néha röhögni rajta, amikor mondjuk egy TikTok videót bedobnak, kurvajukat szoktunk röhögni, de valamiért ez, hogy én leülök, és akkor végignézek egy ilyen streamet, ez nekem úgy nem adja, inkább leülök, és a haverokkal játszok. Mindegy, akkor elmondom én, hogy nagyon sokan rítak, hogy úristen, Dallas, meg szegény, meg minden. Nyilván nem tudjuk a sztoriban, hogy alakul még ebben a pillanatban, amikor felveszik ezt a videót. Hát itt azért pár kérdés meg is válaszolt, hogy nem szoktad visszanézni ezeket a sztorikat, meg nem is, tehát most kerültél be a képbe, nem tudom, 2 hónapja vagy. Igen, nem is, ugye? Igen. Mi ezen a szerveren is viszonylag újak vagyunk. Aha. Nem sokkal miután elkezdtünk itt játszani, utána jött is a megkeresés, hogy eljönnénk-e, kipróbálnánk ezt a bulit. Figyelj, én nagyon örülök, és hálás vagyok, hogy időt szántok erre az egész történetre, meg bírom a karaktert, meg mindent, amit toltok, meg jó bífelgetni, úgyhogy tök király. Kívánsz engem, Dallas? Csodálkoztam valami búziskodás megint a képbe. És hát most nem tudom, hogy ez mennyire titok, de hamarosan itt házasságok lesznek a magánéletedben, igaz-e? Így, ezért is vagyok most eltűnve, mert rengeteg volt a teendő, de ja, hát igen, rabigába hajtom a fejemet 3 nap múlva, úgyhogy most biztos a női nézők azok majd most... Ezek zokogva fognak elszaladni a csetről, az biztos. Minden esetre én nagyon sok boldogságot kívánok neked, meg amit ezzel lehet, vagy e körül lehet kívánni, és mind pozitív kufircok meg minden, csattogjon éjjel-nappal a bádoglemez. Van 2 gyönyörű szép gyerekem. Kajak? Ja, van egy 9 éves fiam, meg egy 6 éves lányom. De király, vazzag akkor. Benne vagy a lecsóba rendesen. Igen, hát figyelj, ez az asszonyom múlt, nem rajtam, szóval. Figyelj csak, ezt mindig azt mondják, és ezt sose értem, tudod, hogy a terhesnők hasát megsimogatják, mondják, hogy de ügyes voltál, meg ilyenek. A férfiak passzát nem simogatják meg, hogy de büszke vagyok rád. Ha? Hát nekem az asszony szokta mondani. Hát elmondom, van 2 szép gyermekem, van egy 9 éves kisfiam és egy 5 éves kislányom. Csókoltatjuk őket is, és nagyon sok egészséget kívánunk neked mindenféle. Viszont kívánom én is a családnak. Nagyon aranyos vagy, van asszony, gyerek, család. Igen, feleségem van, van egy 5,5 éves fiam, hát most már több mint 5,5 decemberben lesz 6 éves a fiam, és októberben lesz 2 éves a lányom, igen. Azt a demenő király. Házas vagy elvált, hajadon? Hajadon vagyok, úgyhogy várom a jelentkezőket. Az én hajamon? Jó, megmondom őszintén, hogy nagyon sokan írnak, hogy Barbara így, meg úgy, és beakaszt, kiakaszt, meg ilyenek. Nem tudom, hogy itt a párkapcsolati részlegen hogyan állunk most mi. Nem mi, hanem te, érted? Nincsen párom jelenleg. Teljesen a hajadon vagy ezek abszolút szerint. Abszolút páratlan, így van. Van csajod, Zokni? Hát jelenleg nincs, úgyhogy ha valaki szeretne, akkor jelentkezzem.
Most fiú is jelentkezhet? És akkor miért nem találkozunk veled az RP-ben? Egyből lelki terror bedobom. Hát ugye ezt többször is elmondtam így másoknak is, hogy néha úgy érzem, hogy nem hozok semmit így a sztoriban, csak úgy vagyok, és így nem érzem magamat szórakoztatónak. Ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy néha pont úgy jön ki a munka, vagy bármi, hogy éppen nem tudok ráérni jönni. És hogyha mondjuk néha összejönne, hogy tudnák jönni, akkor úgy érezném, hogy túl sok időt hagytam ki, hogy most hirtelen felbukkanjak. Nem tartanám jónak ezt így. Szerintem ez fasság, kurva ikonikus a karaktered, és most én nem azért mondtam az előbb, tényleg az egyik legkedveltebb, általam legkedveltebb karakter a tied, meg nagyon sokan kérik, hogy hol vagy, kérdezik minden. Tényleg? Tehát igen. Hát most bár nézd meg egy RP streamet, még mai napig kérdezik, szóval mi mindig nagyon nagy szeretettel várunk téged, és gyere nyugodtan, ilyen nincs. Ez butaság, és kurva jó a karaktered, úgyhogy... Szerintem mi nagyon szívesen látunk téged, én azt gondolom, úgyhogy tényleg csak azt mondom, hogy gyere, de hát ezt már annyi szó mondtam, szóval nyugodtan gyere, értem. Jó, oké, és most már fogok jönni. És mit csinálsz, mit dolgozol, nem tudom, ezeket az infokat szeretnéd megosztani, vagy inkább nem? Persze, hát igazából nem titok, én vendéglátózok, azon belül így általában így pincérkedek, vagy pultozok, nagyjából ezt teszi ki a munkámat. Mert csinálom már, hogy 7 éve nagyjából. Jelenleg még diák vagyok, aztán lassan dolgozni kell. Hát de mit magyarázol? Most mondtad, hogy diplomáztál. Hát igen, de még dolgoz, még tanulni is kell egy kicsit. Még hát ez nem elég, érted? Egy nagy multicégnek a szolgáltatók központjában vagyok igazából. 5 ország több cégének a könyvelésének így irányítója, hát nem igazgatója, hanem tulajdonképpen itt. Abban dolgozok. Ilyen esetben egy lángosos cégnél vagyok, tehát mint elárusító és mint sütő, úgyhogy így 2-1-ben. Az király, nagyon jó a lángos, tejpölösed. Jelenleg fizikai munkát végzek, ennyit mondok. Akkor pornószínész vagy. Így van. Most nem tudom, neked elég érzékeny, nem tudom, hogy a privát foglalkozásodról beszélsz-e, vagy nem? Hát... Nyugodtan, jelenleg nincs foglalkozásom. Ugye rendőr voltam, ezt már te is mondtad az egyik szerintben kiderült, de igazából nem gáz, de már nem vagyok rendőr. Elmondom még egyszer, mert hangtorzító miatt nagyon mély a hangot, tehát rendőr volt, de már nem az. Most már a Fóti út, a szemétégetőnél teljesít szolgálatot. Hú, hát nekem amúgy több minden van, tehát én alapvetően művész lélek vagyok, bár ezt nem következtette még eddig senki soha ki, de én énekelek egyébként. Kajak? Ja, na jó, hát meg... jó, de akkor mutassál már valamit, vagy van YouTube-on valami? Hát ezt nem lehet, nem mondjuk el. Van YouTube-on most valami? Most nem mutatok, hát nincs YouTube-on semmi, mert egyébként én most még tanulok, tehát most vagyok abban a fázisban, hogy én egyébként autókkal foglalkozom, szóval autókat adok, veszek, csak az már egy ilyen, nekem az már ilyen lemenő pálya előtt, taxisztam, meg amúgy egy csomó mindent csináltam, drónozok, szóval amúgy viszonylag sok mindent csinálok. Én egy alkatrészkereskedő cégnél vagyok kiszállító, most már 2 hónapja. Ez az U? Igen, kell. Igen, az. Csodás. És Nix a vége? Igen. Őszintén megmondva, futárkodok, kurier, nem tudom, hogy mondjam neked, a Cargos, egy ilyen futárcég, csomagokat szállítok ki, ameddig kezdődik az egyetemem, ilyen alkalmi beló, vagy hogy is mondjam. Értem, aha. Hát most megyek második évbe, az első évet már lehúztam, hál' Istennek. Informatika szakon vagyok, szoftverfejlesztésre fogok majd besterizni, hogyha úgy alakul. Boltban dolgozom. Egy bolti dolgozó Adrián, aki 33 éves. A magánéletben a polgári foglalkozásodról beszélsz, vagy inkább nem? Arról abszolút nem szeretnék, ezért is tartom itt távol. Nekem ez szórakozás, én jól érezni jövök ide magam, és egy kicsit elhatárolódni pontosan a civil életemtől. Aha, király. Én gázolajjal kereskedek ipari szinten gyakorlatilag, tehát magán ügyfelek nem nagyon vannak a repertoárban, itt inkább cégek, vállalatok azok, akik tőlünk veszik a gázolajat. Aha. Ez osztrák ÖNV gázolaj, itt a reklám helye, hogyha van dízeles autód, akkor keresd meg. Nincs. Azt a KH-ba szokták önteni. Ja, tényleg, önteni, az amerikai tudod. Benzint teszik. Polgári foglalkozásodról elmered-e mondani, hogy mi a helyzet? Persze, én gyermekvédelmi asszisztens vagyok egy gyermekotthonban. Ez nagyon nemes foglalkozás.
szeretnék egy pofont adni, nem igaz. És mivel foglalkozol? Úristen, kereskedelembe dolgozom. Figyelj csak, Krisztó, itt titkokat fogunk megbeszélni a valóságról. Az, hogy mivel foglalkozol, az titkos-e? Copjam be a nagy csülök fejed. Hogyne, az titkos, az is. Minden titkos. Jöhet a következőként. Nem akarod elmondani? Hogy dökkútba liftezel? Hát igazából nem árulhatom el, mert ha elmondanám, akkor meg kéne, hogy öljelek. Mindig ez az erőszak. Jó van, Krisztó, hát figyelj, nincs ezzel semmi baj. Te is elég régóta RP-zel velünk, igaz? Igen. Nem már több mint fél éve. És körülötte tudják, hogy te szoktál RP-zni, vagy van, aki megismer, vagy volt-e valamilyen sztori, ami... Igen, körülöttem tudják egyébként, hogy mi a helyzet. Volt, hogy megismertek a hangom alapján, és jól is esik, tehát, mert tényleg jól esik, hogy van, aki ahhoz képest, hogy nem úgy mondva hatalmas szereppel rendelkezek, de így is tudják, hogy ki vagyok. Tehát tényleg van olyan, hogy te vagy a Mauli? Ilyen kérdésekkel. Aha, volt nagyon sokszor már. Mi van veled, el vagy tűnve, mint az aranyóra, bazd meg? Hát figyelj, hogy az igazat megmondjam, a cigány családban az egyetlen épp és mentálisan épp és egészséges fiatal ember elkezdett dolgozni, és igen, és nincs ideje. Annyi kérdés van még itt, hogy akkor azt sem mondod, hogy merre élsz a földrajzilag? Dehogy nem, azt elmondom, mert már elmondtad te is. Na? Hát Vas megye székhelyébe élek, de amúgy Szabolcs-ot már Börög megyébe valósi vagyok. Hát most Esztergomban élek nagyjából 3 éve körülbelül. De egyébként Zalában nőttem föl, meg ott is születtem. Az országnak az északkeleti részén, úgyhogy... Sose voltam jó ebből, de biztos sokan tudják rajtam kívül. Románia területén, hogyha nem gond, akkor ott bettem mondok. Hát Szabolcs megyében jelenleg. De majd tervezek ugye külföldre menni Németbe, és akkor ja, ennyi volt a szabolcsi lét. Székesfehérváron élek én. Merre laksz, azt elmered mondani? Egy megye szinten. Egy megye szinten? Hát az a helyzet, hogy... Hát utcát is bemondhatsz, házszámot is nekem, oké. Persze jöhetnek majd a levelek mindenképp, a Győri vagyok. Ott van a Győri édes? Igen, itt vagyok. Ajjajajajaj. Azt szeretném tőled még kérdezni, hogy hely földrajzilag, hogy, mert azt mondtam, hogy helyrajzilag, de a helyrajzi számot nem mondjál. Szóval a földrajzilag merre fele élsz, vagy elmondod-e nekünk ezt? Hát helyrajzi számot nem is tudok, hogy a Székesfővárosban, Budapesten. A Nagyfaluban. Így van, a Nagyfaluban élek. Hát én nem annyira messze, így Ráckeve magassága, nem tudom, hogy az megvan-e. Vágom, persze. Aha. Bátor vagyok, úgyhogy erre is válaszolok, Budapesten élek. Úristen, milyen bátor. Békés megye. És jó ott lakni Békés megyében? Nem, egyre unalmasabb, nem szeretek. Ugye én elmegyek Békés megyébe, az főbosszantom. Szlovákiai vagyok. Itt a határ mellett. Uh-huh. Szlovákia. Szlovenska? Aha. Figyelj, még annyi kérdés, hogy földrajzilag elmondod, hogy merre élsz? Igen, Sziget-Szent Miklós. Jó, és akkor emlékszel, Tranyó, az első találkozásunkra? Szerelem volt, vagy mi volt ott? Fú, tisztán emlékszem. De tényleg amúgy fejekre? Tényleg, azt hiszem emlékszem. Amikor idejöttetek a szerverre, akkor még volt az a mazsis történet, amikor még a malac is ott volt a tökföldön. Aha. És én voltam a malac. És volt egy mélyebb hangú lány, már azt viszont már nem tudom, hogy ki volt. És így az egyik stream után beszélgettünk a Jokerrel, és mondta, hogy nem lepődött volna meg rajta, hogyha az is egy fiú lett volna az a lány. És akkor hát... Nem volt más, mert azokat a dagadt cigány pedeket már elvitte mindenki. Na mondom, nekem maradt ez. De egyébként nem, az évek alatt beleégett a retinámba, sipítozó hangod, a szerelemvallás, és némi szexuális kapcsolatra is szertetti az öreggel, tehát hogy az öreggel, igaz? Így van. Hát igen, ez egy eléggé megosztó ped azért, maradjunk annyiba. Vagy hát szerep is inkább, mert nyilván egy Joker adja az instrukciókat, hogy mit kell csinálni, szóval azért a való életben nem biztos, hogy így viselkednék, vagy ez mindig a helyes vagy a norma. De igen, azért amit Joker mond, azt megpróbálom mindig úgy csinálni, hogy jó legyen, ahogy elvárja. Jó, és hol voltál az elmúlt időszakban, egy kicsit eltűntél, igaz? Mi történt veled? Gyereket szültél, vagy fővetted a gyest? Színi tanodába jártam, hogy még inkább át tudjam élni a szeretet, és még jobb legyek. De bazdmeg, itt az igazat kell mondani, köcsög gyerek. Tényleg színi tanodába jártál? Ne hazudjál.
Kedves Turha, én azt szeretném tőled megkérdezni, hogy visszaszoktad-e nézni magad, vagy bármit, ami veled kapcsolatos az RP-kben, itt a stream-mel kapcsolatban, vagy a kommenteket nézed-e? A saját részemet, részünket igazából szoktam. Kommentekre vagyok kíváncsi. Meg amikor történik valami olyan, ami mondjuk ilyen dráma, jó hangulatban telt. Jó hangulata? Most, hogy meghaltatok, az rossz volt neked meghalni most? Á, nagyon epik volt. Én szeretem az ilyeneket, az ilyen szélsőséges döntéseket, mint hogy meghal valaki, vagy mit tudom én, rákos lesz. Az ilyeneket szeretem, amikor nem folyik. Hát tudod, amikor történik valami, nem persze, az van, persze. Hogy mindenki él, mindenki virul él. Persze. Igazából, ha egy karaktert kéne választani, akit mondjuk kedvelsz ebből a brigádból, akkor van-e ilyen, vagy ki az? Hát az a helyzet, hogy Joker fizetett ért, hogy azt mondjam, hogy ő. Ez a Joker már nagyon sokat fizetett. Ez mindenki elmondta, ugye? Helyes. Nem követem nyomon a karaktereknek a kis életét, hanem csak élvezeti szinten nézegetem maximum. Nincsen konkrét kedvencem. Akkor vissza, amikor streambe vagy ilyesmi, akkor visszanézni se szoktad, meg semmi? Nem szoktam. Jó, akkor most kérjél bocsánatot. Bocsi. Köszönöm. Kedvenc karakter, hát nehéz választani egyébként, nekem a Magnum is nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvencem, ő is nagyon-nagyon jókat szokott mondani, én azon is úgy szoktam nevetni. Van, igen, mindenképp, nekem a Crystal kedvencem, szerintem ő a legautentikusabb, a legkomolyabb karakter, és igazából semmit nem kell megjátszania, mert ez ő, Gerek Perec, úgyhogy mindenki a hangjából még a színét is lehet érezni a csávó. Emlékszem, mikor először megtaláltuk a szerepre Krisztót, hát ott egy per egy, tehát. Talán a Lali. Ja, gondoltam. Őt szeretem, mert ilyen kis lúzer, és olyan jó. Szegény. Szegény Lali. De nagyon szeretem, mert nem tudom megmagyarázni, én kis jó lelkű, de közben egy ilyen, tényleg ilyen kis szerencsétlen balfasz, és olyan jó rajta így mulatni. Hát nem tudom, nekem Giulio volt a mai nagy kedvencem, nagyon szerettem őt. Hát a Magnum. Mármint a Krisztó. De bazzik, egyébként most ő vezet, nem? Jó, Krisztó, azt akarom megkérdezni tőled, hogyha egyetlen egy karaktert kell választani, engem nem lehet. Ki a favorit karakter neked? Lali. Lajcsi? Ja. Azt egyébként el kell mondanom, hogy te vezetsz most. Mármint, hogy érted? Ez a... Tehát, hogy nem tudom, azt hiszem neked van 4, de lehet, hogy rosszul szám, mindegy. Tehát, hogy torony magasan te vezetsz, sokaknak te vagy a kedvenc karaktere. Mit érzel most? Hát nem tudsz ahhoz jutni. Hát most... Mit mondjak? Hát semmit. Mégis semmit. Figyelj, ezt tudom nyújtani, most ennyi. Más nem tudok csinálni. Ennyi. Kettő van. Fixen, akit nagyon szeretek. Az egyik a Joker. A másik pedig Delena. Uh-huh. Jó, de ha egyet mondhatsz, akkor mi van? Akkor mindenképp Jokert mondanám. Az előbb elhangzott, hogy Delena a kedvenc karaktered, ő a Lali Mami. Tehát, hogy csak így a nézőknek. Nem tudom, hogy megfogtok-e, vagy fognak-e lepődni. Nekem Lali az örök kedvencem. Hát, lekéstél nem azt róla. Nem tippeltem volna egyébként. Kit mondtál volna? A Lilikét. Jó, hát Lilike igen, de ő ugye nemrég jött a szerepbe, de nekem Lali az örök kedvenc. A kis Jány. Lilike. Nagyon szeretem. Meg még mondok plusz egyet, grátisba, igen? Csak neked. A kis Lali. Nekem a Lilike. Lili rajongó vagy te is? Abszolút mértében Lili fan vagyok. Az eddigi tapasztalatok alapján ugye nagyon sokat nem voltam együtt így senkivel. Igazából ugye... kérlek szépen, Jack bácsinak a megberekítése, meg inkább sajnálok, tudod? Lalinak a karakterét nagyon sajnálom. Tényleg? Igen, szóró hallod, annyit kap. Kapja az ilyet. És most már még tőlem is. Nekem nincs. Ne hazudjál, nekem nincs szíves. Nem, tényleg nincsen. Egyformán szeretem mindegyiket. Mindegyiknek megvan a sajátos képessége, amit szeretni kell. Én nem, nekem nincsen. Nincs. Jó, és akkor mióta, de elég régi motoros vagy azért, nem? Tehát 3 éves fixen. Igen, hát én az első sztori jelenetben csatlakoztam, ugye a börtönös részben, ott voltam először a doktornőd, de egyébként már szerepeltem a live-ok alatt, még a Bláccos Banda vezér kislány voltam. Aha. Meg sokszor mentem ki, mint dokinőt téged felsegíteni. Ja, emlékszem, igen. Csúnyán beszélsz, ha a gyerekek előtt, ha? Akkor mi van, Adrián? Ha?
Viccelek a múlva. Szerintem minden ember csúnyán beszél a gyerekei előtt. Ilyen nincs szerintem, hogy nem beszél senki csúnyán a gyerekei előtt. Én így vagyok vele, hogy ez nem lehet. Ha te nem beszélsz csúnyán, akkor vagy az óvodába, vagy az iskolába fognak velük beszélni csúnyán. Szóval ezt nem lehet így kijátszani igazság szerint. Meg már ott van az internet csodája, ami... azt kell mondjam, hogy elég rossz, ugye, amiben nőnek fel szerintem a gyerekek, és ott azért elég sok mindent hallanak. Ez igaz, főleg az RP stream alatt, mi? Igen. De hála jó Istennek az enyémek nem nézik, de igen. Nagyon sok más hülyeséget. Természetesen a túlnyomó szexualitás részben nem a személyemből fakad, hanem megjátszott. Ez egy diszkrét válasz, azt hiszem. Köszönjük szépen. Van, amit elmondanál még? Nem tudom, hogy szeretted folytogatni magad hosszabbítóval, hát vagy mi? Valami? Á, 22 lesz a mély darag, vagy a kétkezes glügy-glügy kombó, ennyi. Ez nagyon jó hangzik. Én azt hittem, hogy a szerep, ez csak egy szerep, de ez a valóság. De igen. Én köszönöm, hogy itt nem mondtál el semmit egyébként magadról. De azért hát, nagyon örülök, hogy újra itt vagy az RP-ben, és nagyon szívesen várunk, gyere bármikor, ha teheted. Yusuf, én nagyon sok boldogságot kívánok, nagyon szeretném, hogyha jönnél velünk, nyilván, hogyha van kedved, meg ilyenek, szóval várunk vissza, meg minden. Nagyon szépen köszönöm neked, Dokinő, ezeket a kielégítő válaszokat, és szerelmes valaki beléd, mert én nem, de azért köszönöm. Sziasztok! Szia! Papa, szia, pa! Oké. Halló! Na, hát itt mi maradtuk, vagyis hát mi maradtunk itt a legvégére. Mindenkiről beszéltünk, vagy nem tudom, hogy mindenki lehet, hogy kimaradt valaki, de lesz, még lesz ilyen tarti, és akkor lehet kérdezősködni. Hát most itt veletek már azért elég régóta mozgunk. Lajos úgy ismert meg, hogy kiemgézett egyébként, azt tudom. Ezt beszéltük egyszer egy összefoglalóban, igaz, Lajos? Igen, ez így történt. De azt gondolom, hogy számomra... ez egy nagyon szerencsés pillanat volt egyébként. Nekem is. Mert sose nem ismertem volna meg a Máté Szolkai Emidemben. Igen, pontosan ezt akartam ebből kihozni. Igen, szóval hálával tartozom neked is, meg a jóistennek is. De aranyos vagy, Dali, már hogy így alakult de egyébként. De baszni akarsz ma még bele. Nem, csak ez már nyomta itt a szívemnek a legalját. Ne viccelj, én nagyon örülök, hogy ilyen jól... azok már vagy 4 éve, nem tudom, töretlenül megy ez a történet. Körülbelül. És akkor most itt be kell vallani mindenkinek, hogy itt most nincsenek korlátok. Lajos, te neked, ki a kedvenc karaktered? Mondani kell egyet. Igen, mindenki mondott egyet? Hát hogyne, bazd meg. Én is mondok mindjárt. Hát én igazából ahhoz tudok viszonyodni, hogy az elejétől fogva együtt csináltuk. Nekem így a Joker. Uh-huh. Így a best favorite. Igen, mivel nehéz. Az eleje óta együtt nyomtuk, együtt csináltuk, játszottunk, támogatott mindenben én is őt. Szóval, hogy így nagyon szerintem így összekötöttünk, vagy ezt hogy mondjam. És együtt szerintem. Nem vagyunk nem együtt. Vagyunk. Ez, csak hogy szerintem ő egy nagyon fasz a karakter. De mindenkinek köszönjük igazából a munkáját, mert nagyon jól RP-znek a többiek is. Joker? Na most baszni akarsz velem? Nem, hogy igen, nem, azért ki van tágulva 4 újra. Hát ez a magadam. Nekem nehéz elbeszélni, hogy a kedvenc. Ne bohockodjatok, mert komolyan kell. Joker, neked van kedvenc? Nekem nehéz erről azért beszélnem, terhes mivel a, hát igen, sokan teherbe ejtettek egyébként a tehetségükkel. Ezt nem azért mondom, mert Lali azt mondta, az első kedvencem nekem is a Lali. Tehát, hogyha a Lali nem lenne, én úgy érezném, hogy ez a hármas kapcsolat, ami kialakult, és ezt merem mondani, az RP-t részét, ami kialakult, az úgy megszűnne létezni, olyan üresség lenne. Viszont a Lali mellett nekem a többieknek a karaktere ugyanúgy tetszik. Egy picit talán kitűnik a Netti, és hát ugye Netti... Igen, rosszul tettem föl a kérdést amúgy. Lehet úgy kéne, hogy ki az old school kedvenc karaktered, és ki a nem. Tehát a bármi mondhatsz. Mert nálunk azért baszik, rengeteg karakter megfordult, úr is. Igen. Megfordult. De a mostani csapatban mondom, a Lali az mindenképp, és emellett a Lilike. Szóval nehéz. Én nekem nincs olyan, hogy nincs személyes kedvencem, mert alapból ugye te ezt nagyon jól tudod, meg a Lali is, meg szerintem a nézők nagy többsége is, hogy itt a sztorik azok úgy
készülnek el, hogy kiválasztok valakit egy adott szerepre, aki azt gondolom, hogy megfelelő is, általában ő hozza a kötelezőt, csúnya szóval. Ezért nem tudom azt mondani, én nagyon szeretem a Delenát, hogy a lányok ott civakodnak egymással, azok mindig, nekem teljesen egy nagy felüdülés látni azt, hogy a te karaktered meg görlődik például, szóval. Jó, nem én azért elmondok rá. Most egy-két dolgot. Nekem a kedvencem, most a Lilike az most nagyon, megmondom őszintén, nekem Erzsi az nagyon hiányzik, imádom az előtt a bebaszott kurvát, aki mindenbe beleáll és lehet ütni, vágni. Nagyon, nagyon jó vette a lapot. Úgyhogy, hát nem is tudom, a kislány az most nagyon, nagyon nagy favorit nekem, de egyébként nekem is mindenki nagyon nagy kedvencem. A Lali, megmondom őszintén, az RP-ben a Lali kurvára felbasz mostanában, mert mindig beköp. Az az én hibám, ne őt hibáztat. Meg állandóan, presszúra van az öreged. Én egy petíciót fogok írni, bazd meg. Állandóan ő van megalázva. Úgyhogy készüljetek föl, ki lesztek ők a gecibe. Mi várjuk, nem jó. De egyébként szerintem nincs olyan, ez egy olyan kérdés, az a kedvenc, hogy erre nem lehet válaszolni, ez hát minden témában így van. De nálam mindig változik amúgy, és szerintem a nézőknek is. Mit tudom én, jön Krisztó, nagyot megy, és akkor nagyon szeretik, aztán jön valaki más, aki mondjuk abba a szegmensben, mit tudom én, poénosabb, energikusabb, vagy valami, és akkor tudod, így mindig váltják egymást, de ugyanazok a karakterek is sorra kerülnek ugyanúgy. Úgyhogy, nem tudom, hát most itt nem kérdezem meg azt, hogy beszélgettünk már, hogy kit, mert nyilván titeket megismernek, bazd meg, igen. Anyátok, apátok tudja, hogy mi van, meg minden. Nekem egyébként itt ugye figyeltem meg ugye a beszélgetések során, a karakterek beszélgetése során, ugye amikor tetted fel a kérdést, nyilván én is itt voltam, hogy maradt ki egy pár olyan dolog szerintem, amit elfelejtettek mondani. Például itt volt a Lili sztorinál, tudod, amikor kérdezted, hogy mikor volt a szerepe is, hogy is emlékszel a Carlitára? Ja, igen. Azt ő játszotta, igen. Igen. Ugye, mert ugye azt sem mondta, vagy ott volt, ugye, amikor kérdezted, vagy mondta a Hardy, bocsánat, a jobb kéz neked, amikor hogy a Magnumról esett szó, hogy ugye a Magnum, ő már szerepelt nálunk. Igen. 3 évvel ezelőtt is, ugye ő volt neked a lakályod, vagy ott van a Lali mamukája, ahogy mióta játszik velünk, ő 3 éve körül, vagy 2,5 éve, nem tudom, emlékszel arra a jelenetre, amikor először találkoztál vele a múltba, tudod, a kint a Vidám Parkba. Tehát ő akkor igen. Csatlakozott először, igen, jaj, tehát jaj. Van itt egy-két. És a érdekesség az, hogy ugye itt van a Barbara, akinek volt a testvére a Bob, tényleg, aki valójában is a testvére. Igen, ezt vágom. Tehát ők ez egy pár ilyen fontos dolog amúgy, ami szerintem így lemaradt. Jó. És Dallastól nem kérdezted meg a kedvenc karakterét, akire én megkérdeztem most, és annyit mondott nekem, és ezt felolvasom, hogyha nem probléma, ezt írta, hogy mivel nem néz streamet, ahogy mondta, ezért ez nehéz, de a Barbit, Jokert mondanám LP minőségre, Lali meg vicces, és néha szállalmas stílusa miatt ők minket hármunkat mondott. Ja, hát sajnos lehet, hogy kimaradt egy-két embernél, mert ugyanazokat a kérdéseket tettük fel, nem tudom, 15-20 embernek. Igen. Úgyhogy ez simán benne van. Kösz szépen nektek is, hogy itt voltatok ebben az elmúlt időszakban, és az szabadságot az öregnek, Buzi Joker, ezt itt hagyom, és szebasztok. Jó, de azért még miért elköszönsz, azért megkérdezik tőled is, hogy te hogy érzed magad az RP-ba, hogy a többiek lehetek. Között. Igen, nagyon nem? Szeretem. Tehát az RP, amikor élem, akkor nagyon szeretem. És, tehát, hogy nyilván most ez lehet geci hangzik, de én nagyon szeretem a Torrente filmeket, imádom. És most nem, nagyon alaposan átgondolva nekem az öreg a kedvenc karakterem. Pont emiatt, mert imádom a Torrentit, és amikor az ő jellemvonásait gondoltam ki, akkor valami hasonlót találtam ki. Nagyon szeretem. Úgyhogy lehet, hogy itt 3 kedvenc karaktert is lehetett volna mondani. Nagyon szeretem, hogy ilyen csicska geci, ilyen undorító. Úgyhogy hát nagyjából ennyi. De nekem egy kicsit hiányzik az aluljárós RP néha. Egy picit nekem is jön. Az a random, igazi, mocskos, szemét geci hajléktalan RP az egy kicsit hiányzik, szóval pont amúgy beszélni akartam, mert hogy lehet, hogy kicsit, vagy valamilyen formában vissza kéne kerülni. Nem örökre. Nem örökre, csak úgy. Hónap egyszer-kétszer. Az nagyon jó. Az fajn. Úgyhogy. Egyébként, bocsánat,
hogy egy dolgot még elmondanék így a sztorikról, hogy te semmit nem tudsz, tehát hogyha ti nézitek és úgy gondoljátok, hogy az öreg tud bármit is, ő sose tud semmit, ja. Neki nincs köze ehhez, tehát hogyha bármi van hibáztatni, akkor ne őt hibáztassátok. Igen, buzi Joker. Igen, szóval ez mind előre megvan írva. Van, aki kérdezi, hogy ez most sztori, nagyjából mostanában úgy megyünk, mert annyi mindennek voltunk már, hogy ez ja. A vonal, ez sokkal tovább tud menni, mint hogy kint parizálkedünk 0-24-be, és csak szurkálódunk, hogy legyen valami tartalom is nekik, úgyhogy. Ja. Jó, kösz, hogy itt voltatok ebbe a videóba. Én is köszönöm. Nagyon szépen kösz mindenkinek, akik a meghallgatáson részt vettek, meg így elmondták a magukét. Lajos, nagyon ügyesen állsz te most itt. Sziasztok! Köszönjük szépen mi is!